Jó, akkor ugye a szülés alatt, várandóság alatt a gátizom tekintetében nekünk a hüvelyhúcső környéke az, ami igazából izgalmas vagy fontosabb, de hát a végbél is, hiszen azért ebben az időszakban az aranyeres panaszok gyakrabban előfordulnak. Úgyhogy most csinálunk egy néhány gyakorlatot, amivel a hüvelyhúcső környékére dolgozunk, illetve olyat, amit a végbél környéke. Azért, hogy ezekkel a gyakorlatokkal a végbél tekintetében az erek falát pumpáljuk tulajdonképpen, és segítsük onnan a vénás keringés. Most úgy helyezkedünk el, hogy a könyökünkre kell támaszkodunk a térdünkre, de itt is amennyire lehet próbálunk a köldökre, meg a vállat lehúzni, állunkra figyelni, jó? Tehát nem egy domború háttal ülünk. Tehát a talpunk a talajon, picit behúzzuk a köldököt, lapocka zár, fejtetővel nyújtózunk, próbáljuk a törzset megtartani, és dőlni úgy előre, hogy egyik kéz, másik kéz, és tartod a törzsedet. Áll a derékszöget zárva nyakaddal, helyebben húz. Egyébként hátra csapod a fejed, meg fog fájdulni a nyakad, amíg a gyakorlatokat végzed. Jó, és akkor ebben a helyzetben. Ha egy picit így jobbra-balra mozogsz, akkor fogod érezni, hogy a hüvelyhúcs környékét érzed inkább a labda segít ebben. Jó? A hüvelyhúcső az egy záróizomban van bent. Ugye a várandóság alatt két fontos dolog van itt. Egyrészt gyakrabban előfordul a vizelettartási probléma, tehát ezért érdemes ezt a területet nekünk mozgatni. Már említettem, hogy itt három rétegben helyezkednek el a medence alapi izmok, és a középső rétegben van a húcsőnek a külső záróizma, tehát tulajdonképpen ezeknek az izmoknak a tónusával, a dolgoztatásával tudjuk a húcső külső záróizmának a működését is segíteni, illetve a hüvely falának a tónusának a megtartásában is nagyon sokat segítenek ezek az izmok. A szülés tekintetében pedig el tudnak egymás fölött ezek csúszni, és hogyha megfelelően el tudjuk engedni, az azt jelenti, hogy a hüvely is szépen tud tágulni. Most tulajdonképpen ezeket az izmokat próbáljuk egy kicsit akaratlagosan dolgoztatni. Tehát köldökre, lapockára figyelsz, képzeld el, hogy ott vagyunk a hüvelyhúcső környékén, ott van a hüvelyünkben egy lift, és ezt a liftet szeretnénk 4 emeleten át felhúzni. Jó? Tehát megvan a liftünk, és húzzuk fölfelé. 1, 2, 3, 4, megtartjuk, szépen lassan visszaengedjük a földszintre. Érzi mindenki? Jó, még egyszer. 1, 2, 3, 4, megtartod, és szép lassan visszaengeded. Csak a várandóság alatt meg lehet azt csinálni, hogy felhúzzuk a 4. emeletre, visszaengedjük a földszintre, és onnan még toljuk le egy képzeletbeli pincébe. Tehát ez olyasmi, mint amikor a kitolásnál ugye azt kérik nekünk, hogy nyomjunk, tulajdonképpen erre a területre kell egy hasonló nyomást gyakorolni. De ezt a nyomást lefelé, ez csak a várandóság alatt, hogy egy picit rögzítsük, hogy majd milyen lesz ez a kitolási szakban. Egyébként ezt nem gyakoroljuk, ezt, jó? Ezt a letolást. De most megpróbáljuk mi ezt. Fölfelé húzzuk. 1, 2, 3, 4, ott fölhúzta teljesen maximálisan ezeket az izmokat. Lassan visszaengeded a földszintre, és letolod egy képzeletbeli pincébe. És most visszaengeded a földszintre. Érezhető ez is? Még egyszer próbáljuk meg. 1, 2, 3, 4. Visszaengeded a földszintre. Letolod a pincébe, és vissza közé. Jó, sokat döltünk már előre, úgyhogy jöjjünk vissza függőlegesbe, és egy kicsit jobbra-balra. Jó, és ahogy említettem, akkor a végbél környéke is fontos. Ehhez pedig egy picit hátul fogjuk meg a lapát, jó, hátra dőlünk. És ez olyasmi érzés, mint amikor a végbélben van egy húr, talán egy gyerekkel, ahol vagy székletet akarunk visszatartani. Jó, de itt is arra figyelj, hogy ne egyen előre roskadből, és nem annyira tudod, kihúzod a magad zárva lapuszát, amit utózol. Hát akkor köldök, vállaidat leengedett fejtető, hátra viszed a
most a végzőkön kéne koncentrálni, ott van a végzőben egy fog, és azt próbálom húzni, hogy mindenképp, és így, ahogy pozícionálom magamat a labdán, a labda egy nagyon jó visszajelzés, hogy amikor előre dörök, akkor inkább a hüvely úgyse környékét érzem, mert egyébként nagyon nehéz felválasztani a két tetet. Hátradőlés és újra fölfelé. Húzod, amennyire csak tudod, és most megtartjuk 5-ig. 1, 2, 3, 4, 5, és még egyszer. Húzzuk fölfelé, tartjuk 1, 2, 3, 4, 5, és a legtöbb. És most csináljuk gyorsan. Húzzunk egy-egyet, húzzunk egy-egyet, és húz, és egyet, húz. Ugye ezek az izmok, amivel most dolgozunk, ugyanolyan haráncsikolt izmok, mint a testünk bármely izomzata, tehát itt is kell pihenni. 7-8-szor megcsinálsz egy gyakorlatot, utána kell egy kis lazítás, mert pontosan ugyanúgy elfárad, túl lehet edzeni, izomláza is lehet ennek a területnek, ha nagyon sokat csinálsz belőle egy kis körzés. Jó, másik.